Az Úr legyen veletek, Evangélium Szent Márk könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten Evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban. Amikor a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket. Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket. Azok rögtön hagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kisé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, mint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Vallásosságra, vallásos életre meg lehet tanítani az embert. A szülők is megtanítják a gyermekeiket az alapvető imádságokra. Elmennek velük vasárnap misére, tartják a nagy egyházi ünnepeket. A gyermek értékrendjét próbálják a tíz parancsolat szelleme szerint alakítani, de sokszor megtapasztalják a szülők, hogy bizony ez a fajta vallásosság, mintha valamit nem foglalna magában. Hiszen a gyerek felnő, és nem követi ezt az értékrendet, nem jár templomba, nem imádkozik. Hol hibádzik a dolog? Többször előkerült már gondolkodásunkban, vasárnapról vasárnapra történő elmélkedéseinkben, hogy a vallás önmagában nem működik, hogyha nincs egy működtető eleme, ha nincs szíve és ezt a szív valóságát hívjuk hitnek. A hit az, ami működteti a vallásunkat, és segít, hogy az ne legyen kiüresített, ne legyen önámítás. Viszont tudjuk, hogy a hit önmagában nem elég, hogyha nem csatlakoznak hozzá vallási dolgok, mint a nem lenne ruhája, nem tudna megjelenni, nem tudná magát kifejezni. A mai evangélium a hitnek a születéséről beszél. Hogyan születik meg az emberben a hit? Az a hit, amelyre rá lehet segíteni valakit, amiről lehet tanúságot tenni, amelyhez föl lehet kelteni az ember étvágyát, de igazából a hit személyes valóság, amit más nem tehet meg helyettem. Hogyan születik meg bennünk a hit? Ezzel a kérdéssel vizsgáljuk végig a mai evangéliumban az apostolok meghívásának történetét, és a saját hitéletünket is vizsgáljuk ezáltal ebben. A hit egy találkozásból születik. A hitre az embert nem egy szép gondolat indítja el, egy nagy belső megvilágosodás, hogy végre rájöttem, még csak nem is egy vallási élmény, hanem egy találkozás. Egy találkozás egy konkrét valakivel. Ez a valaki pedig Jézus Krisztus. A hit két tekintetnek a találkozása. Éppen ezért az ember számára a legmélyebb és legépítőbb valóság is, hiszen az embert a személy mi voltában szólítja meg, nem pusztán a fejében, a gondolataiban vagy az érzéseiben, az élményeiben. A hit egy találkozásból fakad. Találkoztam Jézus Krisztussal konkrétan vele. Sokszor beazonosítható módon életünk egy konkrét helyzetében, pillanatában. Ebből a szempontból is látszik, hogy mennyire egyszerű a mai evangéliumnak a kerete. Emberek végzik a munkájukat, és odalép közéjük Jézus, és ők találkoznak vele. Nem pusztán hallanak tőle valami szépet, nem pusztán lenyűgözi őket, hogy na ez egy nagyszerű ember, hanem valós találkozás jön létre, hiszen a találkozást Követően az életük átalakul. Ott hagynak mindent, és követik ezt a Jézust. Ezt a találkozást az Isten kezdeményezi. Szent János evangélista írja első levelében, hogy az Isten előbb szeretett minket. A hit nem a mi gyártmányunk. Mindenki hisz valamiben. Amikor így közelítjük a dolgot, akkor valóban az, amiben hiszünk, legtöbbször a mi gyártmányunk. Hiszünk egy eszmében, egy ideológiában, egy fontos értékben. De az a hit, amiről az Evangélium beszél, és amit mi hit a keresztények a saját hitünknek tartunk, ezt a hitet az Isten kezdeményezi. Ő előbb szeretett minket, ő keresett, eljött, keresett engem, megszólított. A hitnek az eredete tehát nem tőlem van nem én rakom össze, olvasom össze, gondolom össze. A hit így ajándék. Valaki megszólított engem, akinek arca és neve van. Ebből következik a második gondolat, a második valósága a hitnek. Hogy a hit az egész személyi mi voltamat megszólítja, nem pusztán életemnek vagy belső világomnak egy részét. A hit nem pusztán egy intellektuális dolog, Látjuk ezt abból is, hogy hány és hány gyerek tanulma hittant Magyarországon, bevezették a kötelező iskolai hitoktatást, vagy alternatívaként az etika oktatást. Nagyon sok gyermeket iratnak be, hála Istennek a szülők hittára, De mint a kedves testvérek is körülnéznek, nincsenek itt a Szent Misén. Vagyis a fejükbe eljut valami a hitből, információkat átadunk nekik, ekeztük megértik, felelnek, dolgozatot írnak, vissza tudják adni, de nem lett a sajátjuk, a személyiségük egészét, mintha nem szólította volna meg. Ez a hitnek talán a legnehezebb dimenziója, hogy nem csak a fejünkkel kell hinni, hanem az érzéseinkkel, a gondolkodásmódunkkal, az élet egészére való szemléletünkkel. A hit éppen ezért etika is, meg világnézet, meg a kapcsolatainknak a befolyásolása. Kivel barátkozok, és kivel nem, kivel meddig megyek el egy kapcsolatba, és meddig nem. A hit az egész személyiségemet megszólítja, a legszemélyesebb valósága az embernek, vagy olyan szokták mondani, a legszemélyesebb közügy. Mert a hit egy belső intim dolog, de mivel meghatározza a tetteimet, ezért már közügy is. Mert így viselkedek a boltban, az utcán, így viszonyulok a munkához, a pénzhez, és ebben már másoknak is köze van a hitemhez. A hit a legszemélyesebb valóságunk. És egész személyi identitásunkat megszólítja, nem csak az érzéseinket, mint legtöbbször a vallásos cselekmények, és nem csak az eszünket, mint az iskolai hitoktatás. A hitnek a születésében lényeges eleme van, harmadik elemként, az Isten szavának. Az, hogy Jézus ott van a halászok közelében és nézi őket, ebből a halászok még kikövetkeztethették volna azt is, hogy egy városi ember nem látott még ilyet közelről, figyeli, hogy mit csinálunk. Jézus megszólítja őket, beszél hozzájuk. Itt értjük meg azt, hogy az ember számára az egyik legfontosabb alkotó része a létünknek, az Istennek a szava. A Biblia első lapjai, amikor a teremtést elmesélik, úgy állítják be az egész teremtésnek a folyamatát, mint ami nem más, mint Isten szavának a gyümölcse. Isten szól, és az a dolog van. Megint szól, és egy másik dolog is van. Amikor megkapjuk a hívó szót, az nem, csak egy, az nem egy feladatra hív meg elsősorban bennünket, hanem megérteti velünk azt, hogy az egész életünk függésben van Isten szava által, az Istentől magától. Ugyanakkor ez azt is megérteti velünk, hogy személyek vagyunk, hogy valaki a nevemen nevez, hozzám fordul, valakivel szemben én megragadom az énemet, és ő számomra egy te lesz. Az Isten szava alkotja az embert, és adja meg az embernek a méltóságát, hogy ő személy. És az Isten szava nem csak teremtengem, hanem meghív a teremtésen belül egy több életre is. Ezt hívjuk hivatásnak. Az Isten szava az, ami megvált bennünket. Az Isten szava az, aki gyógyít, az Isten szava az, aki feloldoz a kenyeret az oltáron, bort is a kenyeret az oltáron Krisztus testévé és vérévé teszi. Az embernek egy ilyen éltető függősége az Istennek a szava. Ezért sem lehet hiteles hitéletet élni, és benne ima életet, imádságot, szentíráshoz való elmélyült viszonyulás nélkül. Egy nagyon érdekes mozzanata az apostolok meghívásának az, hogy Jézus konkrétan nem mondja meg, hogy mire hívja meg ezeket az embereket, hova kövessék. Ugyan Péternek és Andrásnak mondja azt, hogy emberek halászává teszlek titeket. De most gondoljunk bele első hallásra két halász ember, mit érthet meg ebből? Nem mondja meg, hogy hova hívja meg őket. A hitnek a célja, az irányultsága, az nem egy eszme, nem egy gondolat, nem egy idea, nem egy erkölcsi rend, nem egy világkép. Ezek persze hozzátartoznak. A hitnek az értelme, szíve, amire irányul, az egy személy. Kövessetek engem, mondja Jézus, nem mondja meg, hogy hova. Vagyis, legyetek velem. A hit elsősorban ezt jelenti, nem feladatot, és nem valami alárendelt valóságot, No, azok is fontosak. Jézus nem azt mondta nekik, hogy kövessetek engem és üdvözültök, kövessetek engem a boldogságba, kövessetek engem a teljességbe. Ezt minden mondta nekik. Ez benne van, ez majd jön utána. Legyetek velem. A hitnek az értelme ez a Krisztussal való együttlét és Krisztus által az atyával. Beszéltem már a kedves testvéreknek korábbi alkalmakkor arról, hogy mivel az ember Isten képe és is hasonlatossága, Isten pedig szent háromság, atya és fiú és Szentlélek, ami nem csak egyszerűen annyi, hogy három személy egymás mellett, közösségben, hanem hogy Jézus fogalmaz, hogy én az atyában vagyok, az atya pedig én bennem, vagyis a szent háromság egy egység, amit úgy szoktunk emberileg foghatóbb szóval mondani, hogy intimitás. Az ember Isten képe és hasonlatossága, vagyis az ember akkor lesz teljes, hogyha intimitásba kerül az Istennel, benne leszek ő pedig én bennem, és intimitásban kerülök a szeretet által másokkal. A hitnek a célja ez az intimitás. Köves engem ebbe és ebben az intimitásban én megértem azt, hogy részt veszek Krisztus megváltó munkájában, hogy hivatásom van. Ez az intimitás megtermi számomra a beteljesülésemet, boldog vagyok, üdvözülök. De elsősorban a hit egy személyre vonatkozik. És itt értjük meg azt, hogy a hitnek van egy mindig vele járó ikertestvére. Ez pedig a szeretet maga. A hit a szeretetért van. Hogy a szeretetben egy legyek Jézussal, hogy vele legyek, hogy kövessem őt mindenbe, hogy hallgassam, hogy lássam, hogy érezzem, hogy tapasztaljam, és ő lásson, érezzen, tapasztaljon engem, hogy kommunikáljunk, hogy megosszunk mindent. A hit ezért a szeretetért van. A hit ikertestvére és első számú gyümölcse is ez a szeretet. És erre a szeretetre szükségünk van ahhoz, hogy megértsük a következő valóságát a hitnek, amely szintén egy nagyon elgondolkodtató mozzanata ennek a meghívás történetnek. Az apostolok elhagynak minden spontán, és azonnal követik Jézust. Ott adják a munkaeszközöket, a munkatársakat, a családot, és azonnal. Nem hangzik el az evangéliumban, hogy időt kértek volna Jézustól. Ezt végig kell gondolnunk, meg kell beszéljünk a családdal. Ja, Péternek tudjuk, családja van. Mind az evangélium, mind Pál levelei tesznek arról említést, hogy házas ember. És nem ment haza Péter, hogy Jézus vár egy picit, hát azért az asszonyjal ezt illik megbeszélni. Van egy jó menő vállalkozásuk, hiszen vannak halászlegényeik, vannak beosztottak, munkatársak. És ők azonnal ott a menő vállalkozást, a családot, mindent, és mennek Jézussal és az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét, vagyis sokszor talán egy fa alatt vagy egy bokor tövében éjszakáztak, a patakból ittak, és lehet, hogy napok teltek el, hogy alig alig ettek valamit, mert nem adtak. Hogy voltak erre képesek? Testvérem, a hit áldozatvállalással és lemondással is jár, hiszen alakítja az embernek a hétköznapi dolgokhoz való viszonyát is, a tárgyakhoz, vágyainkhoz, személyekhez való viszonyunkat. És sokszor küzdködünk, hogy nem tudunk böjtölni, nem tudunk embereket, kapcsolatokat elengedni, nem tudunk rossz dolgokról leszokni. A hitünkkel van a baj? Talán nem. Mit teszi az embert a hitben alkalmassá erre a lemondásra? Amikor Jézus hivatkozva az Ószövetségi Tanításra hangsúlyozza a házasságnak az értékét, azt mondja, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségével tart. És a kettő egy test lesz. Az ember akkor képes lemondásokra, vagyis elengedni embereket, elengedni dolgokat, helyzeteket, hogyha tapasztal egy olyan szeretetet, amely őt felszabadítja erre a hatalmas döntésre, erre az elengedésre. Az apostolok el tudták engedni a munkát, a munkatársakat, a családot, spontán azonnal, gondolkodás nélkül, mert a találkozás Jézusban, Jézussal, akkor a szeretetet generált bennük. Ennek a szeretetnek az erejében képesek voltak erre az elengedésre. Hasonló tapasztalatunk lehet mindannyiunknak, amikor például gyászolunk valakit. És ott vannak a szeretteink, a barátaink körülöttünk, és az ő szeretetük erőt generál bennünk ahhoz, hogy elengedjük azt, akit el kell engedni. Testvéreim, Jézus odamegy saját kezdeményezésből ezekhez az emberekhez, szeretetet szít a szívükben iránta, meghívja őket, nem mondja meg mire. Ebből mi látszik, mi következik? Az, hogy ez a Jézus szereti ezeket az embereket. Ezek az emberek neki fontosak. A hitnek a boldogsága az, hogy Isten szeret engem, úgy, ahogy vagyok, azzal együtt, amim van. És az a szeretet, szeretetet generál bennem, olyanná tesz, mint ő maga. A hit valóban hasonulást okoz. Olyanok leszünk, mint akiben hiszünk. Engedjük át életünket Isten szeretetének.